Az adventi időszak a várakozásról szól, amely hétről hétre növekszik a szívünkben, és egyre jobban érezzük, hogy ez a néhány hét valami különlegeset nyújt számunkra. A harmadik vasárnap kiemelkedik a többi közül, advent második felének kezdetét jelzi. Ez a vasárnap az örömé. Szűz Márián dicsőítjük, aki megszülte a fiút. December 11-én vasárnap Kiskörösön is ünnepélyes gyertyagyújtásra került sor, előtte azonban Szlovák Pál önkormányzati képviselő mondta el ünnepi gondolatait. Advent azt az esélyt tartogatja számunkra, hogy befelé forduljunk, és megkeressünk magunkban azokat az érzéseket, amelyek a valódi értékekről szólnak, hogy elengedjünk régi dolgainkat, gondolatainkat, és karácsonyra megszülethessen bennünk a valódi lényünk. Az adventi időszak adja számunkra az esélyt, hogy számot vessünk önmagunkkal, érzéseinkkel, belső értékeinkkel. Elszámoljunk magunkban, hogy ebben az évben hova jutottunk el, hova fejlődtünk. Ezt követően a református gyülekezet nevében Pénzes Péter lelkipásztor köszöntötte a kiskörösieket, aki a sokak által már ismert Jónás és a Cethal történetét osztotta meg a jelenlévőkkel. Hiszem, hogy idén adventkor mindannyiunknak lehet ilyen magától megoldódó, Isten által meghallgatott imádsággal helyre kerülő élethelyzetünk, amiből mint Jónás tanulhatunk, és kimondhatjuk mi is azt, amit Jónás megfogalmazott, hogy az Úrtól jön a szabadítás. Mi az, ami jön adventkor? Nem több és nem kevesebb, mint az Isten szabadító szeretete, hogy levegyen vállunkról terheket, szívünkből érzéseket, indulatokat, amik terhelnek, amik már megkötöznek, amik nehézzé teszik a mindennapokat. A szabadítás az Úrtól jön, és ezek kivehetőek az életünkből, Isten kegyelméből, szeretetéből. Az ünnepi eseményt a református énekkar tette még szebbé és meghittebbé. Nagy dicsőséges, szent és örök Isten, ó jöjjetek, imádjuk, ó jöjjetek, imádjuk, ó jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztus. Ezt követően Szlovák Pál és Pénzes Péter meggyújtották a harmadik gyertyát, majd Gubi Kibolya és az Őszpofik Állatmenedék Alapítvány várta a vendégeket. Az adventi készülődés negyedik vasárnapján Arató Lóránda, kiskörösi evangélikus egyházközség lelkésze és Domonyi László polgármester gyújtják majd meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját.